Nagyon izgatott a holtunk, hogy végre új helyre megyünk bringázni, így nem is okozott gondot a koránkelés, ugyanis ezúttal Sladmingba, nem Planájra, hanem Reiteralmra mentünk. És persze Murphy szerint az utolsó 5 kilométeren beálltunk egy olyan dugóba, ami meg sem mozdult, de szerencsére találtunk egy kerülő útvonalat, és így csak nagyjából 15 percet buktunk rajta. A pályához vezető út egy igazi hegyi szerpentin volt, kanyargós, meredek, szűk, úgyhogy izgalmas volt. Ezek alapján nagyon meg is lepődtünk, amikor egyszer csak ott volt előttünk egy kiépített rész, mert nagyon vadregényes volt. Volt olyan, ahol szaladkorlát sem volt, csak kb. Egy ilyen villanypásztor kinézetű valami. Szóval egyszer csak a semmiből megjelent előttünk a bike park, és szerencsénk volt, mert egy nagyon-nagyon jó parkolóhelyet fogtunk ki, mert még korán volt a nyitáshoz képest, viszont nagyon hamar megtelt, rengeteg túrázó van, és van egy csomó bringás is, viszont a parkoló ehhez képest elég kicsi, úgyhogy célszerű időben érkezni. Élelmiszerbolt nincsen a környéken, úgyhogy célszerű így készülni, de fönt vannak hütték, hogyha valaki ott szeretne enni, inni, illetve van egy kis bringás shop, én itt tudtam venni magamnak kesztyűt, a jegyek pedig, ha minden igaz, nem csak ide, de Planájra is érvényesek. A bringaszállítási rendszer itt érdekesen működik, a bringát be kell tenni a kapu utáni bringatartókba, és a fickó egyesével fölpakolgatja a bicikliket, tehát hogyha sok bringás áll sorba, akkor fönt várnod kell, hogy mikor érkezik meg a te kerékpárod, ugyanis egy kabinra ugye egy bicikli kerül fel. Viszont fönt neked kell leszedned, úgyhogy azt ne is várd, hogy valaki másod odaugrik, mert mi először meglepődtünk, mert mászkáltak emberek, mármint ilyen felvonósok, és ők nem szedik le, tehát fölfelé fölteszik, lefelé viszont neked kell leszedni. A felvonó a sípálya fölött megy, ugye, és nagyon szép a táj is, fönt pedig egy ilyen igazi hegyi paradicsomba lukadsz ki. Van gyakorlós pálya, függőágy, padok, és rengeteg-rengeteg túrázó. Fent megnéztük a pályatérképet, és láttuk, hogy van több pálya is, kék, piros, fekete. Ugye nagy részt a Jumpline érdekelt minket, hiszen az tavaly készült, és a videók alapján, amik a közösségi médiában fölkerültek róla, úgy tűnt, hogy nagyon jó. Viszont a térképen azt láttuk, hogy lehet, hogy nagyon jó, viszont úgy fest, hogy nagyon rövid. Jumpline videó pedig föntre be van linkelve. Megy. Na jó, akkor gyerünk. Azt kell mondjam, hogy ez egy kifejezetten kezdő és családbarát pálya, esetleg egy hosszabb bikeparkos trip vagy egyebek után remek lecsengő, ugyanis a kék, a piros és a fekete pályáknak kb. Pont ugyanakkora a lejtése, vagyis kb. Nulla. Nagyon sokat kellett nekem tekernem ahhoz, hogy gyorsuljak minimális fékhasználat mellett is, úgyhogy elég hamar megbántam, hogy én nem az e-bike-ot hoztam, de a táj egyébként mindenért kárpótol, mert a pályák végig nagyon szépek, ja, és nagyon sok a fölfelé is bennük, úgyhogy látszik, hogy sokat kell tekerni. Egy jó fotószpottot és kettő másik jó pofa kis asztalos ugratót azért találtam a pályán. Egyébként a pályarendszer felépítése lényegében olyan, hogy van egy fő kék pálya, és onnan ágazik le minden, és oda is ér vissza minden. Illetve van egy középső, nagyjából középső szakasz, ami bemegy a városba, és ott írtóbénán van kitáblázva a dolog. Mi elsőre el is tévedtünk, vagy legalábbis elbizonytalanodtunk. Ott követtünk valakiket, akik úgy néztek ki, mint akik tudják, hogy hova mennek, hát végül ők sem tudták. Úgyhogy ha eljöttök ide, ne lepődjetek meg, igen, át kell menni egy ilyen üdülő területen, és előbb-utóbb vissza fogtok találni a pályára.
Szóval ezeken a pályákon el lehet lötyögni, ha pedig gyorsan szeretnél menni, akkor tutira el fogsz fáradni. Összességében azt kell mondjam, ez a bike park tulajdonképpen Bexelnek lehetne a nagy testvére, csak annyi, hogy a felvonó itt sokkal jobb és kényelmesebb, a pályák hosszabbak, és a táj egyértelműen sokkal-sokkal szebb. Mondjam, hogy nem bántuk meg, hogy eljöttünk, egyszer jó volt, láttuk ezt is, de valószínűleg nem lesz a törzshelyünk. Ugyanakkor érdemes még megnézni a szállásunkat, ez nagyjából szerintem egy 5 percre volt a hegy lábától, és nagyon kis aranyos hely volt. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videómat, ha tetszett, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra!